13 év után története negyedik bajnoki címét szerezte az Alba férfi kosárlabda csapata, amely az es esélyesebbnek tartott szólnokot győzte le öt meccsen a döntőben. Még fel sem száradtak az aranykönnyek, az örömkönnyek, a csapat már is szétmenőben távozott Zunis sikeredző és a válogatott Keller Rákos. A folytatás azonban ismét erős gárdát ígér az egykori klasszisma klubelnök Dávid Kornál is, Halm Roland igazgató ők a vendégeink, sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó, és hát jövő. gratulálok ehhez ez a dupla címet, hogy a kupagyőzelem és bajnoki cím, de ugyanakkor az a kérdés, hogy törvényszerű-e, hogy ma Magyarországon egy kicsit meglepetés bajnokcsapatot megpróbálnak szétkapkodni és szétszedni, hanem a szolnokról van szó? Én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, ez külföldön is erre nagyon sok példa van, hogy ugye azoknak a játékosoknak, edzőknek, akik sikeresek a batadott évben, az áruk automatikusan felmegy, ez itt természetes, és hát megnézik azt, hogy hol, hol, tudják folytatni. Úgyhogy ez, ebben semmi, semmi különös nincsen. És akkor nincsen bennetek szomorúság? Hát nincsen abszolút. Így az öröm mellett, tehát hogy az ünneplés <laughs> hát, mellett. Én, én azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek különböző okai voltak, hogy távozott. Nyilván valakinek az anyagi, van, akinek azért, mert többet szeretne játszani. Nincs ezzel semmi probléma. Azt gondolom, hogy ez fantasztikus siker volt, ugye itt a kupa és a bajnokság mellett, ugye a két másik mérföldkőnél, illetve értékmérőnél, hogy az alapszakaszt és a középszakaszt is sikerült megnyerni. Tehát ugye nem véletlenül hívtuk ezt a szezont egy teljes Grand Slamnek, ami, ami nagyon nagy boldogság a számunkra, de hát építjük a csapatot jövőre. Azt gondolom, hogy nagyjából már látjuk a, a, azokat a, a játékosokat, és nyilván azokat az értékeket, akiket az, a mostani csapatból szeretnénk megtartani úgyhogy dolgozunk rajta, valóban az ünnepelni sok idő nem volt, de, de, hát ez egy ilyen dolog, úgyhogy dolgozunk már a jövő éve. Na mindjárt, beszélünk a jövendő csapatról, de még az edzőről, Branislav Dzunicsról, hogy őt végül is miért nem sikerült megtartani, ő visszamegy Paksra, ahol már szintén sikerült bajnoki szímet szerezni az ottaniakkal is. Anyagi okai voltak, vagy inkább ő új közeget szeretett volna keresni magának? Hát mind a kettő belejátszik természetesen egy ilyen döntésbe, ugye a Báne három évet töltött nálunk, nagyon jó három éves időszak volt, leültünk vele egyből beszélni, természetesen szerettük volna, hogyha maradjon, de hát az egyző mindig az ő döntése az, hogy hogy gondolja el, hol szeretne megújulni, mik a lehetőségei, ő úgy gondolta, hogy, hogy, hogy annak ellenére, hogy nagyon korrekt ajándot tettünk felé, egy kicsit meg szeretne újulni, és ezzel nincs semmi probléma, úgyhogy, úgyhogy Paksot választotta. Hol tartatok az edzőútot keresésében, kiválasztásában? Ha jól látom, akkor magyar és külföldi szakemberekkel is, meg akár házon belüli megoldás is lehetséges, szóval sok felét Igen, hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert egy bajnokcsapathoz azért szívesen bejönnek edzők, én úgy gondolom, főleg úgy, hogy, hogy azért itt Fehérváró, én azt gondolom, hogy a, az anyagi háttér is megvolt, a stabil háttér megvolt arra, hogy, hogy jó csapat legyen. Most is vannak jelentkezők, külföldről elég sokan, Magyarországról is természetesen van olyan, aki, aki, akire gondolunk, vagy benne van a, a pakliba, úgyhogy most folynak a tárgyalások, egyeztetések, aztán remélhetőleg rövidesen meg. Akkor többekkel beszéltek. Így van. Így és és ha azt mondom, mondjuk, hogy Bódi Ferenc, Mesztényi Róbert, Nikola Lazis, Pór Péter, László, Zsoldos András, akkor több nevet eltaláltam? Akivel beszéltetek? Vagy akivel kommunikáltok? Uh, nem, de igazából most is most is egy nem, de. nem, nem, nem szeretnék neveket mondani, uh -huh. tehát valóban, az a körnöcsem, tehát a több magyar edző is és külföldiek számos van abba a körbe, amiből szeretnék dönteni. Egy-két héten belül. Uh, Mindenféleképpen, hát innen is egy tárgyalásra megyünk éppen, Aha. este elnökségülés lesz, nyilván a, az elnökséggel szeretnék megosztani az információkat, a, a lehetőségeinket, és el fogjuk dönteni rövidesen, hogy, hogy ki lesz az edzője jövő évben a, mm. az Albafehérvárnak. És mit jelent a Kornél, hogy az új trénernek bele kell illeni az elmúlt évek albájának koncepciójába, stílusába, hogyha nagyon tömören címszakokba ezt összefoglaljuk? Hát, ennek a stílusnak a lényeg. Sikeresnek kell lenni, tehát ez, tömören ez lenne a válasz rá. Természetesen van egy olyan stílus, amit a csapat és ugye a nézők is szerettek az elmúlt időszakban, és most már ez már elég hosszú időszak, és úgy gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a fajta játékstílus, ez a fajta Uh, hozzáállás, amit ugye az elmúlt időszakban is uh, a Zunics mester alatt uh, a csapatnál volt, uh, valamilyen ilyesmi folytatásra gondoltunk, uh, hogy egyrészt, hogy a jó csapat mellett azért a látványra is törekedjünk, és az az eredményesség, ami a, 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 a legfontosabb. Uh, Kellerákos megtartására semmi esély nem volt egy uh, szólnoki ajánlattal és nyilvánvalóan egy Adria Liga szerepléssel szemben? Hát a Keller Rákos eldöntötte, hogy szólnokra megy. Én azt gondolom, hogyha ha erről mi, mi tudunk, akkor se sok esélyünk lett volna megtartani. De, de hát mondjuk mi is a médiából értesültünk Aha. erről, de hát lejárt a szerződés, ha nincs ezzel semmi probléma. De hát még egyszer mondom, mi, a, mi a, azért a szólnokkal nem tudunk versenyezni, és nem is szeretnénk. Na, erről egy mondatot, hogy nem is tudunk, és nem is szeretnénk. Itt, itt mekkora költségvetési különbség van? Hát elég nagy költségvetési különbség van, ez azt gondolom nem titok. Egy duplája, triplája, vagy hogy, hogy lehet? Hát lehet itt ezt? mondanak mindent, én számokat hivatalosan nem láttam. Iparági pláján de pláján szerint. Igen, azt mondják, hogy, hogy többszöröse a költségvetésnek, uh -huh. és ahogy a Roland is mondja, mi nem szeretnénk ilyen szempontból versenyezni, nem is tudunk versenyezni, a pályán szeretnénk versenyezni, és a pályán. Tehát ilyen fizetési versenybe nem mentek? Be. Nem, abszolút. Uh -huh. Esélyünk sincs rá, hogy így fogalmaznak, de, de mondom, a pályán, pályán szeretnénk bizonyítani, hogy olyan jó csapatunk lehet megpróbálunk ugyanazt összerakni, mint az elmúlt évben volt. Vélményetek szerint egyébként a magyar kosárlabda és a magyar kosárlabda mint piac, mint gazdasági vállalkozás, az hány ilyen szolnok típusú kiemelkedő büdzsével bíró szupercsapatot bír el? Hányat a Magyar Bajnokság? Hosszú azt távon, gondolom, középtávon. Hát én nekem erről van egy véleményem, én azt gondolom, hogy az lenne jó a magyar férfi kosárlabdának, ha lenne legalább három-négy olyan csapat, aki rendszeresen nemzetközi megméretetésbe tud szerepelni. Ez nem csak a, a bajnokságnak tenne jót, a, a válogatottnak is én úgy gondolom jót tenne. Én szerintem az nem, 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 nem egy jó dolog, hogyha ha van egy csapat, aki. aki Ennyire ellép a többiat? Hát nem is az, hogy ellép, mert, mert ez az. Örülni kell neki, hogy hmm. nekik ilyen lehetőségeik hmm. vannak és egy magyar férfi kosárlabda csapat olyan porondokra tudott kilépni, amit előtte sehova. Tehát ennek örülni kell, csak emellett jó lenne, ha lenne még legalább kettő, három, négy olyan csapat, aki nemzetközi kupába tudna indulni, komoly játékosokat tudna hozni Magyarországra, mert azért azt úgy gondolom látni kell, hogy a, a labdarúgó bajnokság mögött messze a, a férfi kosárlabda bajnokság nézettsége a legmagasabb a, a csarnokokba, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen van olyan marketing, reklám lehetőség és egyéb értéke, amit ha a szponzorok még jobban felkarolnának, akkor egy nagyon-nagyon nagyon színvonalas bajnokságot lehet. akkor a válasz az, hogy két-három ilyen csapatot el kéne bírni a bajnokságot. Igen, hát én is uh -huh. ezzel, abszolút ez lenne az igazán jó, hiszen így a magyar bajnokság is, is még izgalmasabb lehetne. E, így is izgalmas volt. Mert... Hát, Izgalmasak lehettek, hogy így mondjam. Igen, így is Jó. izgalmas volt, de természetesen a, a megoldás talán ez lenne. E, nemzetközi kupa, ha erről már szó esett, eldőlte, indul-e az Alba a nemzetközi kupába? Tehát ugye nyilván tanulmányozni kell az Európa Challenge kiírását. Igen, hát ugye háromféle kupa van Európában. Ugye az, e, az első az Euróligában, oda sajnos nincs esélye e, magyar csapatnak indulnia. Viszont a másik két kupára és kupára van lehetőség, és ez, ez egyrészt óriási megtiszteltetés számunkra, hogy talán olyan lehetőség előtt állunk, amiben még magyar csapat nem nagyon volt, hogy indul egy olyan kupából, nem indult még magyar csapat. Természetesen vizsgáljuk jelen pillanatban is a, ennek a, a, a hátterét. Az a anyagi kérdés? Igen, elsősorban természetesen anyagi kérdés, és természetesen szeretnénk olyan csapatot is kiállítani, aki, aki megfelelően helytáll. Na hát akkor erről a bizonyos csapatról, amit szeretnétek kiállítani. Szó esett itt Keller Ákosról, de mi lesz például Szabó Zsoltan, a válogatott erőcsatáról, és egyáltalán a keretetek hogy alakul a légiósokra is gondolok. Hát konkrétumokat konkrét egyre nem szeretnék mondani, mert tárgyalunk nagyon sok játékossal. Nyilván szeretnénk hozni újakat is, olyanokat is, akik válogatottak, de mindenféleképpen a, mi a négy légióst, aki, aki az elmúlt szezonban nálunk volt, szívesen látnánk őket jövőre is. Nyilván ez egy kicsit később fog kiderülni, hiszen beszéltünk mind a négyükkel, ugye többen megpróbálkoznak az NBA Summer league megpróbálják hát, kerülnek valamelyik NBA csapathoz, vagy nagy euroligás csapathoz, és amikor ezeket a lehetőségeket látják, akkor, akkor utána fognak velünk tárgyalni, de jelezték egyébként talán a, 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 Hollis kivételével, aki, akivel beszéltük, hogy, hogy, hogy ő már három évet van nálunk, és ő, ő abszolút nem az ember nem érezte jól magát vagy anyagilag, hanem mert szakmailag ő. Tehát, szeretné ő igen, minden szeretne Spanyolországba. igen, igen, szeretne Spanyolországba és Olaszországba tovább lépni, mert ugye három évet játszott nálunk, de másik három játékos abszolút jelezte, hogy, hogy, hogy ha úgy alakulnak a dolgok, szívesen visszatérne hozzánk. És, és tényleg, hogy, ahogy Kornél is mondta, uh, nagyon örülünk, mert az elmúlt napokban olyan megtiszteltetés minket, hogy amit ugye férfi kosárlabda csapat még nem kapott Magyarországon, amin ugye, mond, ahogy mondta is Kornél, dolgozunk rajta, de hát ez majd a, a, közeljövőnek lesz a történése. Mert ugye akkor a, a büdzsét azt is folyamatosan most rakjátok össze jövőre. Hát persze, természetesen. Hát a játékos igazolásokkal párhuzamosan meg kell vizsgálni azt, hogy milyen anyagi lehetőségeink lesznek. Természetesen az el, elmúlt évet le kell zárni, és és hát építeni kell a jövőt minden szempontból, a csapat szempontjából is, és, a, és hát a háttér szempontjából is. És akkor egy utolsó kérdés, a csarnok építkezés. Mikor lesz kész? Hát ha minden igaz a november 30-ára kész lesz. Bízunk benne, hogy így, így is történik, minden ígéret megvan rá. Megkezdő természetesen a régi csarnoknak a átalakítása, hiszen ez nem azt jelenti teljes mértékben, hogy teljesen új csarnok lesz, kicsit bővülni fog, kicsit európaibb és szebb, szebb lesz. És még többen férnek be. És még többen férnek be, úgyhogy, úgyhogy remélhetőleg, hogy, hogy december környékén már hazai működéseket utána. már haza lehet menni újra játszani. Így, így van. É, és akkor hol kellene tartani? most így nem csak az ilyen alapszakaszra gondolok, hanem a célkitűzés, bajnoki címvédés? Hát azt, azt azért ő nem, nem jelentenénk ki egyértelműen. Én azt gondolom, hogy minden évben úgy vágunk neki a bajnokságnak, amit azért többé-kevésbé sikerült tartani, hogy a, a csapatnak ott van a hely az első négy között. Én azt gondolom, hogy reális célokat kell kitűzni, nyilván ennek ellenére mindig a legmagasabb fokra törekszünk, Hát azért az elmúlt években is nagyon sokszor közel voltunk az aranyhoz, ugye két éve egyetlen zicserem múlt, pár évvel ezelőtt ugye egy alapszakasz győzelem után egy sajnálatos lábtörés miatt elcsúszott a csapat, de szóval nagyon sokszor közel volt ahhoz a, a, a csapat, hogy a bajnokságot megnyerje, de most sikerült 2013-ban, és talán ez lesz a 13, ami szerencse számunk, mert, mert idáig kicsit bal voltunk, de 13-ban meg minden sikerült megnyerni. 13 ban 13 év után. Igen. Uraim, hát akkor kíváncsi, a várjuk, hogy milyen lesz az új Fehérvár, és amikor majd összeállt, akkor folytassuk a beszélgetést. Jó munkát, és meg egyszer gratulálok a a duplázáshoz köszönöm, hogy itt voltatok.